Sok szeretettel köszöntöm Önöket, örülök, hogy ennyien elfogadták meghívásunkat erre az estére. Kinek az érdeke, hogy Európát menekült áradattal ostromolva fölforgassa? Ki pénzzel is szervezi a népvándorlást? Honnan szedik a menekültek a dollárs, euró ezreket a költséges vándorláshoz, utazáshoz? Miből fizetik az embercsempészeket? Miért éppen most, miért éppen idén, 2015-ben árasztják el ilyen feltűnő mértékben, ilyen folyamatosan a menekültek más földrészekről Európát? Ilyen és ehhez hasonló kérdések valószínűleg Önökben is megfogalmazódtak, akár csak mai vendégünkben, akinek a segítségével a válaszokat is megkapjuk a hazánkat és egész Európát elárasztó menekült, illetve bevándorló áradattal kapcsolatban. Sok szeretettel köszöntöm körünkben a nagyszerű újságírót, riportert, kérem fogadják szeretettel a Világpanoráma szerkesztő műsorvezetőjét, Szaniszló Ferencet. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek, és a türelmüket is megköszönöm. Útközben, hát először volt egy baleset, minket nem érintett az autópályán, utána pedig Cegrédnél úgy döntött a rendőrség, hogy minden autóst szondáztat. Ugye engem, ugye Ferenczi Gyula, önök közül biztos van, aki ismeri, ő hozott, ő rendőr alezredes voltam. Úgyhogy sose láttam még rendőr alezredest, ahogy a szondát fújja. Elfújta, és nem volt eredménye. És emiatt vesztettünk egy 30-40 percet, de köszönöm, hogy kivártak. És mindig örömmel jövök a Tiszántúlra, mert én magam is tiszántúli vagyok, sőt kétszeresen tiszántúli, mert én a Tiszán, ha haza megyek Fehérgyalmatra, haza megyünk a családdal, akkor kétszer megyek át, ugye, hogy esik az út. És azért is, mert ezek a mi végváraink, mert nincs könnyű helyzetben Magyarország egyik települése se, de azt hiszem, hogy az Alföld, a Tiszántúl, a Kunság, és hát mondjuk az én földemet, Szatmárt nem is említve, azért ők vannak a legnehezebb helyzetben. És ha elfogy az ország, sajnos ugye pont ezek a települések szenvednek a legtöbbet, és mennek el az emberek, a fiatalabbak. Nálunk legalábbis már Szatmárban már mesterembert nehéz találni, mert az idősek kiöregedtek, kihaltak, a fiatal meg miért maradna otthon, hogyha egyszerűen úgy fizetőképes lakosság. De hát önök nagyon jól tudják mindezt, nekünk ki kell tartanunk, mert a cél az, hogy minket elüldözzenek, és ha itt a menekültügyről beszélünk, ami valójában menekítettek, nem népvándorlók, hanem népvándoroltatottak ügye, mert természetes, hogy ezek az emberek nem maguktól indultak el. De rögtön az elején azért mondjuk ki azt is, hogy Magyarország is részt vett, a hivatalos Magyarország ezeknek az embereknek az elindításában. Mert egy részük olyan helyről kénytelen elindulni, vagy menekültáborba menni, ahol mi is háborút csináltunk. Az arab tavasszal, Szíriával, Líbiával, Irakkal, Afganisztánnal fölforgattunk olyan országokat, ahol rend volt és béke, sőt még hozzá képest jólétben is éltek az emberek. És ezek a fölforgatott országok, ahol most ugye egymást gyilkolják, törzsi, vallási, felekezeti háborúk, polgárháborúk törtek ki a nyugati liberális demokrácia hatásaként. Lángba borult ugye jó néhány ország. Ilyen jövőt nyújthatnak az ottani embereknek. Tehát nem kell minden menekültre azért, azt elmondanám. Ja, nem kell minden menekültre úgy tekinteni, mint terroristára, hanem úgy kell tekinteni, mint a mi nyugat-európai, mert sajnos Magyarország része, akarja, nem akarja, és mi is felelősséggel viseltetünk, mint a mi politikánk eredménye is, vagy következménye helyesebben, hogy ezek az emberek útnak indulnak. Mert valóban szervezett, kitervelt, előre megtervezett
ez a népvándoroltatás, hiszen ugye 101 néhány éve több tervezet is született már, hogyan lehetne fölhigítani Európát. A fölhigítást olyan értelemben, hogy betelepíteni gyökértelen, nemzetietlen emberekkel, mert aki elszakad, ráadásul más műveltségi körökből, más hittel, egészen más szokásokkal, az mindenképpen gyökértelen lesz, és a liberális demokráciát és a baloldalt szolgálja majd. Miért? Mert ugye azok is a gyökértelenekre épülnek, a nemzetietlenekre. Szemben a nemzeti erőkkel, akik még valamikor voltak, többen ma már ugye elvétve, hiszen bal vagy jobb, nem is érdemes belemenni, ezek mind ugyanazt szolgálják, ugyanazt a bálványt. Tehát magyarán 100-120 évre tekint vissza legalább ez az elképzelés, hogy Európát föl kéne higítani, hogy föllazítsák, és engedelmes rabszolgákkal zsúfolják tele, és az őslakosságot megtörjék, ugye a fehér benszülötteket, valójában kisebbségi sorsba szorítsák, mert a fehér benszülötteknek van több rossz vonása, az egyik, hogy még kimernek állni jogaikért, ez korábban volt, ma már ez is csak elvétve, a másik, hogy keresztények, ez az egyik főbűn. És arról nem is beszélve, hogy mindent elkövettek az elmúlt évtizedekben, hogy kihaljon ez a fehér benszülött lakosság. Mert ugye azt is tudomásul kell lenni, ha most nem lenne a globális háttérhatalomnak ez a betelepítési kampánya, ha nem jönnének az emberek, előbb-utóbb úgyis útnak indulnának, hívás nélkül, szervezés nélkül, soros alapítvány és egyebek nélkül is. Miért? Mert ők is a boldogulásukat keresik, ráadásul mi fölforgattuk, fölgyújtottuk az országukat, a NATO és az Európai Unió, és mi tagjai vagyunk. Önök vagy én ellene volnánk, és ellene is szavaztunk, de mi is viseljük a felelősséget. Trianonban se kérdezték meg, hogy te akartad vagy nem a világháború. A mi nyakunkban, mindannyiunk nyakába varták a következményt, ahogyan majd most is. És itt, hogyha fölmérjük, hogy micsoda népességfogyás van egész Európában. Ugye Magyarország emberveszteségei a 60-as évek óta, amikor elkezdett ugye csökkenni a születésszám, és a 70-es évek óta meg már brutálisan, nagyobbak, mint a két világháborúban. Két világháború magyar emberveszteségét meghaladja az a szám, amely nem született meg, amely soha nem jött világra, és amely miatt mi elfogyó nép vagyunk, még a második világháború után is mi szaporodó nép voltunk. Ma nem. Nemhogy nem, kihaló nép vagyunk. De nem igaz számunkra, hogy Európában szinte minden nép ilyen, talán az albánok még nem. A törököket nem lehet európainak tekinteni, csak nagyon nagy jó akarattal, azért nem is veszem ide a sorba, de már a lengyeleknél is kiütközik ez, és az összes többi meg elfogyóban van. És miután látjuk, hogy nincsen recept, mert a leggazdagabb embereknek se születnek gyerekei nyugaton, mert hogyha születnének, akkor Németország, Svájc, Ausztria, az szaporodna, de ők se szaporodnak, ellenben szegény emberek, német gyerekek születnek. Most tehát elfogyunk, és a globális pénzhatalom és az általa birtokolt tőke, gazdaság, a multik abban gondolkodnak, hogy nekik munkaerő kell, rabszolgák kellene a jövőben is. És itt ütnek egyszerre több legyet egy csapásra, mert a behozottakból bármennyire is szerintem túlzottan lefigymálják őket, lesöplik ugye sokan, hogy ezekből úgyse lesz munkák, de lesz. A Mercedeseket Németországban törökök szerelik össze, és lenézett albánok és jugoszlávok és egyebek. Egy részüket munkába lehet állítani, a németek számítása szerint ők, már pedig ők tudják, hogy hogy kell ezt csinálni, az elmúlt 100 évben megmutatták. Arbeit macht frei és egyéb alapon, hogy hogy kell dolgozni. Ők a 30-40%-ot akarják ezek közül maguknak megtartani, mert annyit látnak betaníthatónak. Ugye azért nem kell, mondjuk ugye nem kell önöknek magyarázni, hogy ma már a munkavégzés nagyobb része betanított vagy segédmunka. Tehát egy gyári futószalagnál már nem,
mesteremberekre, szakmunkásokra van elsősorban szükség, hanem gyors talpalókon betanítottakra. És ez folyik, és ebben reménykednek. Na most a népvándoroltatás egyik célja tehát, hogy fölhigítsák Európát, és megtörjék, mert még mindig akaratos, mert még Nyugat-Európában is vannak pártok, amelyek próbálnak a nemzeti érdekekért kiállni, hát elsősorban ugye Franciaországban, Olaszországban, de már ugye Nagy-Britanniában is erősödnek, vagy megjelentek legalábbis. És hát Kelet-Közép-Európában pedig itt vagyunk mi, és talán a példánkat követi más is, de minden esetre megtörni ezt az európai akaratoskodást. A másik cél pedig, hogy pótolni az európai kieső munkaerő. Németországnak 2030-ig ezek hivatalos adatok. Januárban szellőztették a németek az interneten direkt azért, hogy szoktassák a német lakosságot és az európaiakat ahhoz, hogy mi vár rájuk. Ugye januárban még azt se tudtuk, mi az, hogy migráció és menekült áradat. Most ugye évente 500 ezer munkásra van szüksége, segédmunkásra alapvetően és betanított munkásra Németországnak, mert ilyen tempóban halkik és mennek nyugdíjba. Azokat pótolni kell, ugye. Tehát itt jön a gazdasági érdek. Hogyha a népvándoroltatásnak a történetét vizsgáljuk, nagyon egyszerű volt. 2010. decemberében, ugye sokan tudják, ez ma már ugye nyilvánosságra is kerül, New York mellett ugye New York városának egyik szállodájában összeültek bizonyos emberek, megbeszélték. Na most ugye azt szokták mondani, hogy ez összeesküvés elmélet. Nem, ez összeesküvés gyakorlat, mert akinek a kezében van a világgazdaság, tetemes döntő része, akinek a kezében van a világpénzének nagy része, döntő része, a világ haderejének nagyobb része, és persze ilyen, mint a média, a titkosszolgálatok, nemzetközi szervezetek, kormány, az bármit megtehet. Itt nem kellett semmit, csak egyszer lefektetni, hogy mit csináljuk. Pontokba szedve, ugye most már tudjuk azt, hogy egy pont volt például az arab tavasz, mert föl kell forgatni Észak-Afrikát, hogy az afrikai tömegek szabadon jöhessenek. Kadhafi ugye, és Líbia sokáig föltartóztatta ezt. És hogy adták el, hogy liberális demokrácia, szabadság, valójában meg kellett nyitni Afrikát, majd pedig Szíriával, ugye Ázsiát. És így elindult az egy. Egyik pont volt, hogy de hogyan tegyünk úgy, mintha mi nem szeretnénk ezt, de valójában végrehajtjuk. Hát itt jött a beavatottak köre, az illetékes szervek, hatóságok, kormányok, akiknek erről nemhogy tudomásuk volt, de akik megkönnyítették. És ezért nem jutott annyi pénz a görög határok védelmére, a görög tengerek védelmére, amennyit most a törökök kapnak, ugye? Mert ennyi pénzből meg lehetett volna védeni legalább az unió területét. Egyik pont volt az, még emlékeznek talán rá, hogy le kell szerelni a határőrségeket. És itt Magyarországon is tapsoltak hozzá, mint hogy a honvédségnek a megszüntetés, ugye a kötelező katonai szolgálat megszüntetéséhez is. És elfelejtették, hogy védtelen marad végképp az ország. Leszerelték a határőrséget, tárva nyitva Magyarország, és mindez 2010. decemberre óta egy nagyon tudatosan fölépített program alapján. Mögötte, ugye nem kell mondanom, az a világuralom van, amely már sok-sok évtizede, de legalább 150 éve birtokolja a földünket, annak nagyobb részét, és amely valójában magáról gondoskodik, mert nem a pénzéről, mert van neki már éppen elég, de ez már beteges szenvedély és kapcsiság. És ez a hatalom, amely ugye 300-valahány család dinasztia, összefonódva, összeházasodva, egymásba karolva, 1-2000 bank, amely valójában ugyanígy összefonódva, az ő tulajdonunkban, és körülbelül 40 000 multinacionális cég, transnacionális cég, amely szintén ugyanaz a tulajdonosi kör rejtve, bújtatva vagy nyíltan. Ezek uralják a világnak a hatalmányadát és minden egyebet, ami ezzel jár, a globális médiát, az internet és a többi, hát ne részletezzen. Most ezt végrehajtani nem volt nekik nehéz, itt csak annyi kellett, hogy jelöljük ki az útvonalakat, kijelölték Szíriából, Törökországon át, Görögország,
aztán a Balkánról föl a Kárpát-medencébe, a Duna mentén és Európa. Ez ugye sok ezer éves hadi és kereskedelmi út, és a legegyenesebb út Európa szívében Németország felé. Ez történt, ezt hajtják végre, ezt kezdték el az idén. Én szerintem az idején még csak ízelítő volt, hogy szoktassanak bennünket, úgymond tesztelik az emberek türelmét, és hát az igazság az, hogy ezt is ők nyerték, a tesztelést, mármint ez a gonosz háttérhatalom, mert sajnos nagyon türelmes Európa nagyobb része. Tehát Magyarországon ugyan volt morgolódás, épült kerítés is, ezzel valójában a Magyarország földobta ugye a megállapodást, hogy itt mennek át a menekültek, egyelőre még nem Magyarországra jöttek volna, menekítettek, úgy fogalmazok, mert elterelte a hosszabb, ugye, Horvátország-Szlovénia útvonalra, ezáltal a Magyarország a kerítés elénén, de hát így is megtalálták az Európába vezető útat. Ugyanazok a körök, akik egyébként gyalázzák a muszlimokat, tehát ugyanaz a szélső liberális, balliberális bagázs, ugye a lapjaikban kigúnyolják a muszlimokat, a Koránt, Allahot, stb. Hergelik, hetszelik a muszlimokat, mert Európában így is van éppen elég muszlim, és van sok rendes muszlim, aki nem érez társközösséget ezekkel a terrorista jelöltekkel, vagy terroristákkal. Ugyanezek a liberális médiumok, ugye mit érnek el? Ellenünk fordítják, tehát szembefordítanak minket, a bevándoroltakkal, illetve a muszlim, már itt élő muszlim közösségekkel, mert ők kire mutogattak? Hát ránk, keresztényekre, keresztényekre, hiszen ti európaiak, keresztények vagytok állítólag. Hát már rég nem az Európa, mert ugye itt nagyon, de legalábbis az Európai Unióban módszeresen és tudatosan írtják a kereszténységet, a keresztény tudatot. De ránk száll vissza a liberálisok és a bal oldaiak bűne, amit elkövettek a muszlimokkal szemben, akár Líbiában, Szíriában, tömeggyilkosságok, népírtások formájában, akár itt Európában, amikor hetszelik ezt a egyébként is könnyen hetszelhető tömeget. És szóval az a nagy gond, hogy igazából mi szövetségesek vagyunk, volnánk, na nem a terroristákkal, illetve de azokkal az emberekkel, akik ugyanúgy megszenvedték, Szíriában, Líbiában, Irakban, Afganisztánban, és lesoroljam azt a sok-sok országot, amelyet a nyugat tönkretett, az elmúlt évszázadokban gyarmatosított, kifosztott, kirabolt, eltaposott, és most ugye a nyugat, ugyanaz a nyugat szembesül azzal, hogy ezek az emberek lehet, hogy visszafizetik azt, amit megérdemel a nyugat. Csak nekünk az a bajunk, hogy nem mi tettük tönkre Afrikát, nem mi raboltuk ki Ázsiát, a félvilág, sőt az egész világot, és nem mi hódítottuk meg Amerikát, és hoztuk, hordtuk el a kincseit, az aranyát, hanem ők. De minket használnak csicskásnak, minket használnak cselédnek, és minket küldenek oda, mert miközben magyar katonák a történelem mindig tényleg fintora. Miközben magyar katonák Irakban szolgálnak, Afganisztánban szolgálnak, azon közben szlovákok védik a magyar határt, magyar katonák, magyar rendőrök védik a szlovén határt, magyar repülők, harci repülők, a mi pénzünkön lett harci repülők védik a Baltikumot, ugye? Ez úgy van kidolgozva, hogy nehogy végül ugye mindenki a saját hazáját védje, és a saját nemzetét és nemzetének érdekeit, értékeit, hanem egymással, ugye sakba tartva, hozd meg és uralkodj el alapján. És ezek a bevándoroltatottak, ezeknek a nagy része, ez a mi szövetségesünk, sorstársunk és bajtársunk, mert ők is ugyanabban a bajban szenvednek. Ennek a globális, liberális pénzügyi uralomnak az igáját nyögik ők is. És ha mi összefognánk, esetleg többet tehetnénk ezzel a rabszolgatartó világ rezsim ellen, de szándékosan megosztanak bennünket is. Tehát egymás ellen fordítanak, akár legyen szó a migráció és egyébről, vagy akár, mit tudom én, az Allah és Korán gyalázásról. Igyekeznek egymásra
uszítani keresztényeket és muszlimokat, és nem csak muszlimokat, más világból jötteket, hogy véletlenül se foghassunk össze, mert ha mi összefognánk, ez egy óriási hadsereg volna. Közös az ellenség, de így egymást gyógyítjuk, egymás ellen építgetünk kerítéseket, egymást fárasztjuk, és ennek tapsol ez a világhatalom. Szóval 2010. decemberre óta az, amit már legalább 120 éve terveznek, hát különféle tervek, ugye Kalergitert nem sorolom, biztos sokan olvastak ezekről, de valamikor ez még csak terv volt, ez az utóbbi évtizedekben megvalósulóban, és 2010 óta pedig élesben. És a vége egyértelmű, hogy Európa, ha nem szaporodik, mármint a fehér őslakosság, a benszülött, akkor előutóbb kisebbségbe is kerül, akkor majd megkapja azt, amit most még nem kap. És a legvégén, ugye egyszerűen kihallunk, 2030 köré jósolják a szakértők, hogy akkor jön el az a pont, ahonnan már nincs visszatérés, ugye angolul no returning point. Ez azt jelenti, hogy 2030-ra az európai nemzetek elérik azt a határt, ahonnan már az egyenes kihalás kezdődik, mert akárhány gyerek szülessék is, szülessen 10 gyerek fehérek, fehér családokban, már akkor se tudja pótolni a veszteségeket. Addig van időnk, állítólag, ha van, ugye ez még egy olyan 14 év, 15 év, de hogy ez megfordítható-e, én nem vagyok ebben sem belülátó, mert nyomát se látom. Igazából ez egy kilógozott, padlóra küldött társadalom, az európai, és az a bajom, hogy bele együtt mi is. És mi osztozunk azok felelősségében, akik magunk hibásak, hogy ide jutott a világ. Hát most ugye, hogy ez a világ ide jutott, minket rángatnak. De? És olyan ez, mint mondjuk egy gályarab, aki oda van láncolva a hajóhoz, és az urai még át tudtak szállni a fedélzetről, ugye a mentőcsónakba, de ő elsüllyed együtt a hajóval. Hát mi magyarok egy ilyen süllyedő hajón vagyunk, gályarabok. És addig maradunk, amíg ezzel a rendszerrel együtt megyünk tovább, sőt, ennek a rendszernek vagyunk a szolgái, a cselédei. És ha mondjuk nevesíthetné az ember, amíg a NATO-ban és az Európai Unióban vagyunk, ne is várjunk mást. A minimum, hogy már most késő egyébként, hogy ki kell lépni, hogy legalább papíron ne támadhassanak meg, mert most is az van, hogyha az ország nem teljesíti, de úgyis teljesíti. Teljesen mindegy, hogy pereskedünk óta rendszer ellen, vagy akármit is csinálunk, az Európai Unióban kötelező minden, ha nem, majd gondoskodnak róla. Pucsról, palotaforradalomról, utcai harcokról, megcsinálták ezt már korábban is, Budapesten 2006-ban, 2007 márciusában, ugye? Vagy megszállásról, mert ugye a NATO itt van Magyarországon, körülöttünk csupa ellenségünk, kis Antant ország, amely, hiszen a NATO az Antant folytatása, nekünk csak ellenségünk. Ezek alig várják, hogy a magyar kérdést örökre levegyék napirendről. És azzal az ügyel, hogy Magyarországon nácik, fasiszták, nyilasok, stb. Antiszemiták, szélsőségesek tombolnak, majd bevonulnak, hogy megszabadítsák Magyarországot. De az Európai Unió is megteheti a vicenzai rendőrséggel, pontosan a csendőrséggel, mert ott lehet csendőrségnek hívni, nálunk ugye nem szabad, mert a gondolata is mint a cselekménynek minősül. Majd bejön a vicenzai csendőrség, amelynek mi nem voltunk tagjai, amikor alapították, de Románia például teljesen véletlenül gondolom, igen. Úgyhogy ezért kéne kilépni Magyarországnak rögtön, tehát szakítani, hogy legalább papíron meglegyen a lehetősége, hogy hivatkozhat arra, hogy független semleges ország. Egyébként 1956. november 1-én Nagy Imre a nemzeti kormány és a magyar nemzet nevében ki is hirdette a semleges, független, törökökön kívülálló Magyarországot. Mi teljesül belőle? És akkor megünneplik évente, krokodilkönnyeket hullajtanak, stb. Ugye. Mi teljesült? Jó, 56. Na de hát 1848, a 12 pontból tessenek végigmenni, hogy mi teljesült belőle. Még a legutolsó pont is az Unió, ugye Erdélye. Igen, az Unió Romániával van ebben a kérdésben, mármint az Európai Unió. Hol van Nemzeti Bank, nemzeti felelős kormány, nem, alárendelt ország, amely
akiknek igazából addig lehet hangja, amíg engedik, aztán utána ide csörbítenek, és minden megoldódik. És az amerikai nagykövet az, hogy rögtön hálás szavakat mond el, mert hiszen Amerika gyakorlatilag megszállás alatt tart, az amerikai hadsereg, ugye pápára is, pápán is ugye ott tartják a szükséges fegyverzetüket, vagy például ugye Magyarország meghátrált, mert amikor Merkel idejött csak azért, hogy a reklámadóból visszavegyenek, vissza is vettek, ugye, ami az RTL-t, meg a többit érintette volna. Tehát mindenbe teljesítjük, a kvótába is. Szép lassan jönnek majd a betelepítendő, és sokkal rosszabb lesz, mert nem a déli határ felől, nem a kerítésen át jönnek majd, hanem Németországból, nyugatról jönnek majd buszokkal, repülőkkel, azok, akik ott nem kellenek. Mert ugye ez fenyegeti Magyarországot is, de az egész térséget, azért verik már a vészharangot mások is itt a térségünkben. De tudják jól, hogy ez lesz. A németek, az angolok, a franciák kiszenezgetik a használható migránsokat, a maradékra meg ráfogják, hogy hát hiszen te Magyarországon voltál regisztrálva, és ide fogják küldeni, de akkor már nyugatról keletre jön a tömeg, és nem így, ahogy most. És szép lassan elfoglalják majd Magyarországot, mert ugye van elég üres ház és lakás is. Az Unió kegyesen segélyt ad majd, az önkormányzatok felé átutalja, úgyhogy kiutalják a menekülteknek, de az a segély is értéktelen pénz, hiszen annyit nyomnak abból az euróból, amennyit akarnak, amennyit nem szégyelnek. És ahogy ők szaporodnak, ugye mert ezek még mindig szapora népek, családközpontúak, sok rosszat lehet mondani némelyekre, de azért a többség az még mindig nem hagyta el Istenét, ellentétben az európai fehér benszülöttekkel. És amúgy családjuk van, nem is egy időnként, és gyerekek van. És szaporodnak is, és rokonságuk van oda-haza, amely nézi a színlemben, meg a mobiltelefonján, hogy hát hiszen milyen jó volt, hogy ennyi pénzt kaptok, amennyit mi egy év alatt se keresünk, mert napi egy-két dollárból élünk meg, ti meg egy hónap alatt megkaptok sokkal többet. No, szóval ez vár ránk, hogyha így marad a helyzet. Most lehet kuruckodni, mert engedik, mert Brüsszelből engedik, hát. De amikor eljön a pillanat, mert most még válogatnak ugye a bevándorlók között, de amikor ugye eljön a pillanat, akkor majd elindulnak visszafele, idefele. Nem az ő vágyunk, mert ugye szír menekültől hallottam, hogy megdöbbent Magyarország szegénységén. Hát náluk Szíriában ez tény. Náluk Szíriában a háború előtt sokkal jobban éltek az emberek, még most is az árak alacsonyabbak a háborúban, mint nálunk. Ugye? De ugyanez volt Libiában, sőt ott még jobban éltek. Hát ezt kellett szétverni. Mert ugye ennek a globális rabszolgatartó rezsimnek nem előnyös, hogyha vannak országok, akik, amelyek az ő uralma nélkül is boldogulnak. Tehát ezeket szét kell verni. Ezt is csinálták az arab tavasszal is, Irakkal és Afganisztánban és a többivel. Most kezdődik, csak tudomásul kell vennünk, hogy ez még nem vagy a nyitány, ez még csak egy kis kóstoló abból, ami ránk vár. És megint mi kapjuk a legrosszabbat, mert minket évszázadok óta csatatérnek használ az a nyugat, amely így őrizhette meg gazdagságát, jólétét minden korban, hogy feláldozta ezeket a keleti népeket, a kárpát-medencei, a balkáni népeket minden korban, akár szovjet időben, akár török időben, mindegy mikor. Miközben ő 10 kilométerre tőlünk Bécsújhelyet vagy Bécsbe virult, élt és virult, és olyan előnyt szerzett, amit mi nem tudunk behozni, mert minket porrázóztak ugye itt évszázadok alatt, és ilyen előnyt teremtett. Na most van még egy dolog, ami miatt ugye a bevándoroltatás szintén gazdasági kérdés, tehát nem csak azért, mert munkaerőt kell, hanem hogy lenyomják a munkabéreket. Tehát ma már, ugye hát eleve Németországban is 15%-kal csökkent az elmúlt években az euró vásárlóereje, tehát a reálbér, de a menekültekkel tovább szorítják majd a munkabéreket. Ugye be van fagyasztva Németországban is, hát aki dolgozik, vagy de akár Ausztriában is, azt tudja, hogy ma már nem az a világban, ami volt még 8-10 évvel ezelőtt. De a bevándoroltatottakkal még inkább leszorítják, hiszen ők nyilvánvalóan sokkal kevesebbért is hajlandók, ha hajlandók dolgozni, de a németek majd gondoskodnak róla, hogy dolgozzanak. Ha meg nem, akkor majd ide küldik őket. Ugye? És helyes halomlás, nem a kerítés.
fenyegetésen át, hanem szépen átjönnek majd, vagy Ferihegyre repülőről. Úgyhogy ez is nagyon fontos, mert ugyanis az, ami folyik 2007-2008 óta a világban, ugye ez a globális parazita vérszívó uralom, ez most már saját maga, hogy mondjam, vérében, ürödékében dobzódik, vagyis hát nem vérében, inkább csak legfeljebb a jólétében. És azóta, ugye ahogy tönkretették a világgazdaságot ezzel a kártékonysággal, ugye neki is vannak veszteségei, és ezt hogy hozza be, hogy pótolja a munkabérek csökkentésével. A dolgozók kapjanak kevesebbet, ugyanazért a munkáért, és akkor lehet pótolni a kieső profitot. De mi kimerültünk. Ránk már nincs szükség, nem csak ránk, senkire itt ebben a térségben. Igyekeztek Ukrajnával elérni, de onnan is a maximumot már el tudták hozni, a többiek meg nem mozdulnak. Oroszországot nem tudták legyőzni, nem tudják, ezért ott se indult meg a megfelelő rabszolgahat nyugat felé. Hát itt most jön akkor egy kicsit kockázatosan, mert mégsem fehér, nem keresztény rabszolga, de rabszolga, és betanítható, és lehet, hogy sokkal kevesebbért dolgozik majd, mint még egy magyar is. Ami nehéz ugyan, de még ezt is elmentél. Úgyhogy van itt sok-sok vetület ennek a kérdésnek. Az, ami legnagyobb gondunk, hogy mi is egy kihaló elfogyó ország vagyunk. És hát ugye hivatalosan 2,2 gyerek kellene családonként, hogy ezen a szinten fölmaradjon egy nemzet. Tehát ne fogjon, de nem is szaporodik. Tehát magyarán 3 gyerek kellene családonként, 3 magyar gyerek, hogy biztos legyen, de ha előre gondolkodunk, betegségek, háborúk, balesetek, ne adj Isten, járványok, akkor 4 is. És igen, ez így volt. Az emberek előre gondoskodtak. Én most egy, bár ne kell tolni, egy székelyföldi temetésen voltam, magyarországi székelyt temettek. Ott 9 gyerek volt, és meghalt az egyik közülük. De hát ezek már ugye felnőttek. És láttam a családon azt a, nem hogy az összetartás, összefogás, mert ez még rendben van, még nálunk is van, de azt, hogy milyen megnyugvást ad az, hogy jó, szörnyű, hogy elvesztettük a 9. gyerekünket, ugye, szörnyű, de akkor is van még 8. És ez nem megnyugtató, hanem ez sokkal több. Tehát az, hogy van még kire támaszkodunk, és hát nem veszett még el minden. Most hol van Magyarországon ma a magyar családokban 3 gyerek átlagosan? Ugye? Tisztelet a kivételeknek vannak, de sajnos csak erősítik a szabályt ma már. Hát 4 gyerekről meg már nem is szólok. Szóval hibáztathatunk mindenkit, globális pénzügyi áttérhatalmat, hibáztathatjuk a cionistákat, hibáztathatjuk a migránsokat, meg mindenkit, de azért tudomásul kell vennünk, hogy nekünk kell változtatni, nem várhatunk másra. Mi ugye minden felszabadítónkban csalódtunk még eddig. Akárki jött, felszabadított minket, a törökök is egyébként felszabadítóként jöttek 1541-ben, amikor Budavárát felszabadították a német ostromzár alól. És ők azt hitték, hogy ők jót tesznek a testvér népükkel, a magyarra. Aztán a végén már összeálltunk a törökkel, ugye tököliék a kurucok, és aztán jöttek az osztrák fel, német felszabadítók, azok ellen rögtön fölkeltünk, de sorolhatnám a szovjet időkig minden, szóval nekünk magunkból kellene kiindulnunk, és magunkat kellene végre egyszer felszabadítani. És itt nem fegyveres harcra gondolok, vagy nem lázadásra, vagy egyébre, ennél sokkal többre, tehát szóval az országnak tényleg egy erkölcsi megújulása van szüksége, nem öröknek, mert önök bizonnyal, mint hogy nézik a világpanorámát, meg eljöttek erre az előadásra, önök ezt nagyon jól tudják, de az, hogy a tömegeket kéne ebből a vakságból kivezetni, ebből a fertőből, amiben taszították őket, de nem csak azok hibásak, akik taszították, mert azok csak visszaéltek a gyöngeség gében ennek a népnek, a nép sajnos többségének a gyöngeségével, hanem magunkba kellene keresni, és magunktól elindítani, mert senki ingyen, így ért minket föl, nem szabadít. Ha valaki egyszer beteszi ide a lábát, attól kezdve már nem megy ki. Mert látja, hogy ez egy szolganép, rabszolganép, tisztelet mondom a kivételeknek, és megtehet bármit vele. Őseink nem ilyenek voltak, mert azért 56,
korábban is egy világhatalommal szálltak szembe a pesti és a nem csak pesti srácok, pedig tudták, hogy nem lehet legyőzni a Szovjetunió, de miért lehetne? Úgyhogy a Szovjetunió mögött akkor is Amerika állt, ez a globális háttérhatalom állt, mert ugye szövetségben voltak, kötelezte a nyugatot, Jalta, hogy utat engedjen az oroszoknak a Kárpát-medencében. Szóval nekünk magunk kellene, és hát itt szóval rengeteg a teendő, mert nagyon-nagyon beteg a magyar országi társadalom. És hát az, hogy velünk tudtak elbánni a legjobban, szemlélteti, mert ugye sehol máshol így nem rabolták ki az országot, mert Romániában még mindig Dacia-nak hívják a Dacia-t. Tudjuk, hogy nem román, de azelőtt sem volt az. A Skoda még mindig Skoda, de nézzék meg, hogy mi van a magyar siker termékek. Ugye az Icarus volt a harmadik legnagyobb autóbuszgyártó vállalat a világon, évi 13 000 autóbusszal. Tudom, talán egy kezemben meg tudom számolni, hogy mennyit mutatóban mennyit szerelnek össze. És nagyon keresett volt, nem igaz, hogy csak igénytelen keleti piacra, de hát sorolhatnám a Rábát, a Rába romjain, mert most már romjai sincsenek, de Kartágónak legalább maradtak romjai, de a Rába helyét nem, hogy sóval beintették, de el is tüntették, és bevásárlóközpontok vannak a helyén, bevásárlóközpont. Viszont ugyanazok a szakmunkások, és ugyanez a hagyomány él tovább az Audi gyárban, világszinten gyártanak Audit, szerelnek össze. Tehát a magyar tehetség megmaradt, csak idegen kézbe került. Ezért amikor GDP-ről beszélnek, meg ilyen marhaságokról összehasonl, meg hány százalék mindent, ezt tudni kell, hogy a magyar gazdaság döntő többsége külföldi, idegen kézben van, de még ha külföldi rendben van, de rossz akaróink kezében van. Tehát Trianonhoz képest most sokkal többet vesztettünk, ugye az elmúlt 25-26 évben. Anyagi és főleg erkölcsi szempontból, mert így a szovjet megszállók nem tudták kilúgozni a magyarok agyát, mint ez a gonosz liberális megszállás. Ez a láthatatlan, aljas megszállás. Úgyhogy nekünk magunknak kell, különben, együtt süllyedünk el ezzel a nyugattal, amely, hogyha flottul mennének a dolgok, kiválóan állna a gazdaság Nyugat-Európában, Észak-Amerikában, akkor is eltűnne a térképről, mert ki ha? Hát nem lesz ember egyszerűen, mármint fehér ember, ugye? De hát most erről már szó sincsen. Hogyha ugye azt nézzük, hogy hogyan tovább? Tehát rendben van, lépjünk ki, Unióból, NATO-ból, nem is lett volna szabad belépni, de ha már megtettük, akkor lépjünk ki. Olyan szövetségeseket kell találni, akikkel összefoghatunk, vannak ilyenek a világon. Nem mondom, hogy mind grálóak, és hogy magától jött rá, hogy harcolni kell az ellen a gonosz rezsim ellen, ami most még uralja a földbolygót. Nem, némelyik oda sodródott. Putyin sem úgy született, hogy ő a világszabadság bajnoka, de a kínaiak se, és a többiek se, és mind hasznot is lát ebben, de az a fontos, hogy ők átsodródtak, vagy sodródnak folyamatosan a másik oldalra. Tehát ők is szembe kerültek ezzel a gonosz hatalommal, amelynek részei most még, hiszen hát összefonódik millió szállal ez a világ. Ők sem szabadok még. De hát vannak kezdeményezések, ugye akár a BRICS országok, ahol azért nem lebecsülendő, hogy egy Kína, egy India együtt véve majdnem a világ lakosságának a fele. Aztán Oroszország, amely világ második legnagyobb katonai hatalma, akárhogy is. Aztán a többi, Brazília, Dél-Afrika, a Sánkhái együttműködés, az oroszoknak ez a eurázsiai kezdeményezése. Szóval vannak mozgásban van a világ, Eurázsia is. Csak mi sodródunk tovább, és ugye a legfájóbb, hogy mi megint nem, ugye szoktuk néni öngunnyal mondani, hogy mi magyarok mindig a rossz oldalon állunk, oda keveredünk. Megint a rossz oldalon, de miért? Azért, mert 500 éve hánykolódunk itt ezzel a hintapolitikával, ugye tulajdonképpen a szapolyaiak óta, és beleértve mindenki, aki azóta uralkodott, kormányzott. Tehát itt is, keleten is, nyugaton is meg akarunk felállni, de ez nem megy. Vagy itt, vagy ott, le kell cövekelni. Nem lehet azt húzamos ideig csinálni, hogy itt is vagyok, ott is vagyok. Ugye? Ez az egyik. A másik, hogy ami talán biztatunk, hogy mi magyarok eddig még ahány birodalom részei voltunk, akarva, de inkább akaratlanul, azok a birodalmak még mindig fölgobottak.
Ez vigasztaló azért a hajókat. Hát ha más nem, legalább magunk barátjuk őket, Ugo és Titus módjára. De ettől mi sem leszünk azért boldogabbak. De az tény, hogy a Duna völgyében ért, Duna völgyéig, Kárpát-medencéig ért sok-sok nagy világbirodalom, a korának legnagyobbja, legerősebbje, és ma már egy sincsen. Tehát nincsen, ugye felszoktam sorolni, de most is felsorolom az adásomban is. Idáig ért a római birodalom, hol van már? Idáig ért a frank birodalom, hát van még svájci frank formájában, de egyébként nincsen, az is eltűnt. Idáig ért a német-római birodalom, a török-oszmán birodalom, idáig ért, és hol van most már? Idáig ért a Habsburg-osztrák birodalom, és hol van? A német harmadik birodalom, ugye? A Szovjetunió kigondolta volna, hogy az a óriás így össze tud roppanni. Ugye? Idáig ért az is Kárpát-medencéig, és nincs a térképen se, és Putyin most meg az oroszság küszködik, hogy legalább valamit visszaszerezzen abból, amit az országából elveszített, hát ez az ukrajnai háború. Tehát magyarán mi magyarok eddig még minden világbirodalmat eltöltettünk. Különös adottságunk van. És ezt a mostanit is eltöltetjük. Én, ugye ahogy szoktam fogalmazni, én a NATO és az Európai Unió helyében fizettem volna, nem is keveset a magyaroknak, hogy nehogy belépjenek. Havi apanást fizettem volna, hogy csak maradjunk kívül, mert ugye ők is elgondolkodhatnak ezen az 1500 éves listán. Hát azért ki gondolta volna, hogy a Varsói Szerződés vagy a KGST így múlik el, hogy kidobták, mint azt a bizonyos macskát nagy dolgára. Ugye? Hát ez a világbirodalom miért hiszi, hogy ő fönn van, hogy ő megmarad? Ez a baj velünk egyébként magyarokkal, ezért gyűlölnek bennünket, számarányunkhoz képest sokkal jobban. Hát mi nem számítunk a világ politikai és gazdasági térképen, semmik vagyunk elvileg papíron, ugye? Hát súlyunk nulla. És mégis aránytalanul sokat foglalkoznak velünk. Már évek óta, és nem csak az utóbbi egy év, nem csak a kerítés, ez már elkezdődött már 10-20 évvel ezelőtt, szakmámból eredően persze, ugye én is sokat olvasok, és feltűnt, hogy miért vagyunk mi mindig állandóan ugye, a középpontban. Hát sokkal nagyobb népek nem kapnak tized annyi szereplése, mint mi. És persze mindig gyűlölnek bennünket. Hát azért, mert félnek tőlünk. Félnek, és ők is tudják, hogy itt már nem hogy jó néhányan, elfeküdtek a Kárpát-medencében világhatalmasságok, hanem mind. Eddig még mind. Ugye, van az a vicc, biztos ismerik, hogy megy az autópályán az illető, és egyszer csak a rádióban megszakítják a zenét, és megszakítjuk adásunkat, mert egy őrült szembe megy a forgalommal. Mire az őrje egy? Mindegyik. Mi magyarok szembe megyünk a forgalommal folyamatosan, és ez velünk a bajuk. Ezért gyűlölnek utána, legszívesebben eltipornának a végsőkig. Trianonban meg is mutatták, hogy micsoda düh és gyűlölet van bennük, irántunk. Akikkel ők nem is háborúztak, mert mi angolokkal, franciákkal, leszállítva az adriai tenger bejáratát nem is találkoztunk, és ott is csak ritkán. És mégis. Azért, mert félnek, rettegnek. De ez minket nem nyugtathat meg, mert minden egyes birodalmat igen nagy áldozatok árán tudtunk tönkrevágni. Még az utolsót is, ami úgy tűnt, tehát a szovjet birodalmat, hogy mi akkor győztesen kerültünk ki, hát hogy győztesen. Hát a szovjetek azt nem csinálták, amit ezek a mostaniak csinálják. És a szovjetek legalább vállalták, hogy itt laktanyáik voltak, és kiálltak a teherautóikkal, meg a tankjaikkal. És mondjuk még hozzáteszem, még nem, anélkül, hogy visszasírnám, tehát gondolhatják, hogy nem azt a világot. De azért bennünk legalább volt egy olyan tudat, hogy a szovjetek nem csak hogy félnek tőlünk, hanem még sokkal rosszabbul is élnek. Tehát az akkori megszállóinkat lesajnálhattuk. Hát most ez fordítva van. Minket sajnálnak le, és csicskásnak használnak. Ugye? De hát ugye minden nép azt kapja, amit érdemel. Gyáva népnek nincs hazája, szolga népnek nincs földje, kódus népnek nincs háza. Ez remélem, hogy ránk nem vonatkozik majd. Az viszont tény, hogy így nem maradhat,
mert különben velük együtt ügyelnünk kell, ami kifosztóinkkal, kirablóinkkal, mert ma az Európai Unió és a NATO a mögötte álló és uralkodó pénzügyi világhatalommal valójában az antant, amely szétszabdalta nemzetünket, elvette nem hazánk legértékesebb részeinek nagy részét, ugye harmadolta Magyarországot, és most már csak ők vannak, mert Európában már a németek is az antantnak a tagjai. Tehát sem ők nem szövetségeseink, hát az osztrákok meg főleg nem. Ma Európában valójában egy ország állam van, és bármilyen furcsa, és ez is fintora a mi történelmünknek, múltunknak, amely megérti, mit jelent Trianon, az pedig Oroszország. Hát bármilyen különös, az oroszok ide jutottak, hogy ők, akik uralták a fél világot, de legalábbis ugye az egyhatodát, ahogy büszkélkedtek. Ők ugyanebben a helyzetben vannak, 10 valahány darabra esett szét, sőt sokkal többen, mert ugye rengeteg kis hatalom is van, esett szét az országunk, a saját hülyeségeik, hibáik és külső ellenséges ugye, részvétel okán. Ők tudják most már, hogy mi ez Trianon, mi ez, amikor szétvernek egy működő országot, és eltaposnak egy nemzetet. Hát a maguk módján ők ez ellen tesznek, mert földi értelemben, anyagi értelemben tehetnek is, hiszen van úgymond zsaroló képességük, mert van hatalmas hadseregük, haderejük, fegyverzetük, másrészt van gázuk és kőolajuk, amivel még egyelőre zsarolható még az Európai Unió is. Szóval ma Európában így nézünk ki, hogy vajon a magyar nép alkalmas-e, képes-e vállalni az ezzel járó gyötrelmeket, tehát a szakítással járó, mert ez nem úgy lenne, hogy most szépen kimondjuk az asztalnál, és aztán kész. Magyarország független semleg, és nem, rögtön lezárnak a határainkat, nem lenne üzemanyag a benzinkútnál, nem lenne pénz a kártyán, és egy ezernyi dolog, ugye nem akarom önöket rémizgetni, de hát ugye ezt vállalták 56-ban is a fiatalok, vállalták 1848-ban is, ugye akkor is, az akkori szinten ugyanilyen dolgok jöttek, és vajon képes-e a magyarság többsége, hát az egészről már nem is beszélek, vállalni ezeket a nehézségeket, képes-e az emberek jó része vállalni, hogy nem nézhet már bulvár tévét, nem olvashat bulvár métejt a lapokból, stb. Képes-e áldozni? Ugye akkor a másról nem is beszélek, hogy még milyen áldozatok lehetnek, mert lehet, hogy harcolni is kell. Nem vagyok derülátó, tehát azt hiszem, hogy még nincs olyan állapotban, és lehet, hogy már nem is lesz a magyarság többsége, hanem inkább, hát ahogy eddig is csinálja tovább, amíg él, aztán eltűnik nyomtalanul, és kész. De sajnos a nemzet is, meg az ország is. Nem vagyok, de hát én hivatásból is borulátó vagyok, ugye, mint ahogy mondani szokták, hogy ki a borulátó, hát a jól tájékozott derülátó. Tehát az ember, hogyha többet tud a kelletéről, mert ez a hivatása, meg érdeklődési köre, akkor hát sok mindent lát, de azért én bízom bennem, hogy lesz egy olyan fordulat, és ezért kellene előbb nemzetünk erkölcsi megújulása, mert nem anyagi gazdasági válság van elsősorban Magyarországon, hanem erkölcsi, szellemi, lelki válság. És hát az ellenségei mindent megtettek az utóbbi, főleg az utóbbi negyed században. Egyébként azt kell mondjam, hogy a Kádár rendszerben bizonyos határokon belül nagyobb magyarság tudat nevelés volt, mint most a nagy liberális demokráciában, ugye? És hát oda jutottunk, hogy lassan az ember azt mondja, hogy tényleg mi magyarok mindig vissza kell, hogy sírjuk az előző korokat, de a törökök kiverése után visszasírtuk a törököket, ugye Rákóczi Ferenc a nagy nemzetközi felhívásában 1703-ban, amikor kezdte a szabadságharcot, abban megindokolta a szabadságharcot, például azzal, hogy a németek be akarják telepíteni Magyarországot idegen elemekkel, hát mint ahogy most a migránsokkal, és hogy 50-szer magasabb az ország adója, mint a török időben volt. Hát, és vissza is írtuk a törököket. Minden szabadság hősünk oda menekült, ugye, pedig nem sokkal korábban még ellene harcoltunk. Vagy ugye szovjet idők. Az ember nem gondolta volna, hogy eljutunk oda, hogy lehet rosszabb is.
anélkül, hogy azt visszasírnánk, lehet rosszabb is, mert ez a mostani, ez rosszabb. Tehát amit az ország kapott az elmúlt 25 évben, az rosszabb egy háborúnál. Egyébként a pusztítás eredményét is látjuk. Tehát nincs gazdaságunk szinte. Ha maradjunk, amíg próbál beébredezni, azt is eltapossák folyamatosan, és mindent megtesznek, hogy véletlenül se szülessen ugye az ország. Ezen meg kell tennünk. Én bízom benne, de hát nem csak rajta vár. Úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon sok feladat vár ránk még. Nem tudom, hogy hol tartok, de itt akkor én be is fejezném, és nagyon szívesen várom a kérdéseiket, bármiről válaszolok. Köszönöm szépen!